Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szeretet íze. Adventi program Tolnán. Gyertyagyújtás, színes fellépések. Így ünnepelték advent harmadik vasárnapját Tamásiban. Közösség. A vándorló szépkorúak baráti köre gyűlt össze az ünnepek alkalmából. Millió lépés az iskolákért. Nyert a Szekszárdi Baka István általános iskola. Idén második alkalommal rendeztek Szeretet íze programot Tolnán. A kilátogatók zsíros kenyér, forralt bor, tea és sütemények vásárlásával a Tolnai Háló közalapítványt és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületét támogathatták. A Tolnai Szeretet íze programot a Dunamenti Polgári Egyesület az adventtel is egybekötötte. Az eseményen a kilátogatók ételek és italok kíséretében találkozhattak és beszélgethettek. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületét sütemény és zsíros kenyér, a Tolnai Háló közalapítványt pedig forralt bor és tea vásárlásával lehetett támogatni. A szervezők babujással készültek a vendégeknek. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke és Tolna alpolgármestere elmondta, a hasonló közösségi rendezvények fontosak a település számára. Itt lakunk, itt élünk, egy közösséget alkotunk. Nyilván a mindennapokban mindenki azon ügyködik, azon dolgozik, hogy ellássa a feladatait, munkába járjon. Nyilván szükséges ugye a családok fenntartása, de a civil élet az egy óriási lendületet tud adni egy-egy településnek. Tartalommal tudja gyakorlatilag a településeket, a települések infrastruktúráját megtölteni. Erre vállalkoztunk, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzuk, és egy ilyen közösségépítő, ilyen és hasonló közösségépítő programokat szervezzünk. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, gyere már, minden gyerek vár. A Tolnai Háló közalapítvány 2005-ben alakult. Céljuk a hátrányos helyzetű emberek, csoportok támogatása. A forralt bor és tea mellett egy kiegészítő sátorral is készültek, ahol a gyerekek a télapóval találkozhattak. Szeretnénk mindenki számára szebbé tenni az ünnepet. Ezt a célt szolgálta a Tedd szebbé a karácsonyt elnevezésű programunk is, ami több civil szervezet összefogásával valósult meg, és hátrányos helyzetű gyerekek, családok számára tudtunk karácsonyi csomagokat összeállítani. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületében 63 család van jelen tagként. Baksainé Kenesei Éva, vezetőségi tag elmondta, a csoport az adventi időszakban különösen aktív. Az eseményen süteményt sütöttek és zsíros kenyert készítettek. A befolyt összeggel a gyermekek programjait szeretnék támogatni. Szerintem egy városnak a szívelelke a civil közösség. Tehát én szerintem civil közösség nélkül nem lehet élni, és nagyon nagy igény van arra, hogy legyen egy olyan csapat, egy olyan közösség, ami azonos értékek mentén úgymond dolgozik, és én azt hiszem, hogy nálunk ezt mindenki magáévá teszi, és nagyon egy húron pendülünk ez ügyben. A szervezők célja a hagyományteremtés, így a jövő évben is szeretnék megrendezni az eseményt. Idén is sokan látogattak el a művelődési ház előtt található karácsonyi vásárba Tamásiban. Az utolsó adventi vasárnapon színvonalas műsorral, helyi árusokkal, finomságokkal várták az érdeklődőket. A programot közös gyertyagyújtással zárták. Advent harmadik vasárnapjára is színes programmal készültek Tamásiban. A karácsonyi vásár ismét megtelt látogatókkal. Miközben a forralt bor és kürtös kalács illatban a helyi árusok portékhelyi között válogattak az emberek, a színpadon színvonalas programsorozat szórakoztatta az érdeklődőket. Tamásiban jó pár éve ebben a formában kerül megrendezésre az adventi programsorozat. Minden advent vasárnap a Városközpont rendezvényterén, a Művelődési Központ és Könyvtár előtt álló rendezvénytéren különböző programokkal, adventi vásárral, étellel, itallal várjuk a látogatókat. Minden hétvégén más-más csoportok kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. A harmadik adventi műsoron egy kórus és egy társcsoport léphetett színpadra. A
Minden vasárnap két amatőr művészeti csoport lépett fel, most a harmadik vasárnapon a Vürcz Ádám Általános Iskola énekegyüttese ad egy rövidke koncertet, majd pedig az idei évben 20 éves évfordulóját ünneplő Pántlika Néptánc Együttes kimondottan adventre erre az alkalomra összeállított műsorát élvezhetik majd a látogatók. Mivel advent utolsó vasárnapja pont szentestére esik, így Tamásiban ez volt az utolsó adventi gyertyagyújtás és műsor. A gyertyagyújtásnál nem csak Borga Ferenc, város polgármestere, de Tamási francia és német testvérvárosainak vezetői is részt vettek. A magyarok 79%-a idén is ajándékozással készül karácsony ünnepére, derült ki a Nézőpont Intézet telefonos közvéleménykutatásából. Az ajándékokat elsősorban megtakarításból és jövedelemből vásárolják. A hitelből való költekezésre szinte senki nem készül a magyar társadalom karácsonyi fogyasztási szokásait vizsgáló felmérés alapján. Az ajándékozók 52%-a 10 és 50 ezer forint közötti összeget költ a meglepetésekre. A válaszadók 20%-a jelezte, hogy idén nem vesz ajándékot. Kortól, nemtől és lakhelytől függetlenül szinte hasonló az ajándékozási kedv. Az Országos Vérellátó Szolgálat a vérkészlet biztonságos szinten tartása érdekében az ünnepi időszakban is minden munkanapon várja a segíteni vágyókat, írták sajtóközleményükben. 2022-ben a két ünnep között 4940 véradás történt. A legtöbbet használt vérkészítményből, a vörös vérsejtből 5900 egység került kiszállításra. Idén ugyanebben az időszakban csak 3 munkanap áll rendelkezésre a véradások lebonyolításához, így az átlagosnál több véradó segítségére számítanak, hívta fel figyelmet a szervezet. A Vándorló Szépkorúak baráti körének karácsonyváró ünnepségét tartották Tolnán. Az eseményt 5. alkalommal rendezték meg. A szervezet tagjai verseket mondtak, meggyújtották az adventi gyertyákat, és együtt készültek az ünnepekre. A 76 fős Vándorló Szépkorúak baráti köre karácsonyváróval készült az ünnepekre. Az eseményen Zsinka János beszédében a közösség és a szeretet fontosságát emelte ki. Az alkalmat megelőzően a szervezet disznót is vágott, ebből készült el az ünnepi ebéd. Zsinka János szerint ebben az időszakban az összetartozás különösen fontos. Egész éve a család, akik vidéken laknak, haza-haza mennek, de igazán akkor, amikor van a karácsonyi ünnepség, az a szeretet ünnepe, együtt van a család. A csoporttársainkkal egész éve megyünk kirándulni, megyünk sok-sok rendezvényre. Van, aki egyiken van ott, van, aki a másikon van ott, de igazán most vannak itt, most vannak a szeretet ünnepe. Én azt gondolom, hogy nem az ajándékba kell mérni a szeretetet, hanem azzal a személlyel, azzal a családtaggal érezteti kell a szeretetet, hogy odafigyelünk rá, gondoskodunk róla. A csoporttagok különböző ajándékokkal is készültek, melyeket tombola formájában sorsoltak ki egymás között. Volt, aki különböző kézileg barkácsolt tárgyakkal készült, mások ételeket és italokat hoztak. Felk Márton, a szervezet tagja és Murga polgármestere szerint az idősek számára a közösségi rendezvények fontosak, kiemelten azoknak, akik egyedül élnek. Nagyon jó példa erre, hogy itt ez a csoport ez minden évben ilyen meghitt körülmények között tartja ezt a rendezvényét. Tulajdonképpen ez talán a otthoni családi karácsonyra egy kis ráhangolódás, és ilyenkor úgy tényleg hát együtt vagyunk, együtt tudunk gondolkodni, és egy jó programokat tudunk kiszervezni. A baráti kör karácsonyfája Svédországból származik, felajánlás alapján jutott el a szervezethez. A vezetők a tagok számára a jövő évben is számos programmal készülnek. A Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja a Somogy és a Baranya Vármegyei rendőrökkel közösen szervezett regionális Ki mit tudott a hátrányos helyzetű gyerekeknek. A kulturális versenyre 4 kategóriában zene, ének, tánc és próza lehetett jelentkezni a fiataloknak. A megmérettetésre kategóriánként 6-6 produkcióval készültek a gyerekek. A zsűri elnöke, Mihalovics Zsolt, zenepedagógus, a Bogyisztói Általános Iskola tanára volt. Olá Gergő, a 2012-es X-faktor győztese is fellépett a rendezvényen. A
A Baka István Általános Iskola is részt vett a Millió Lépés az Iskolákért kihívásban. A program célja, hogy inspirálja a gyerekeket a mindennapi mozgásra és népszerűsítse az aktív életmódot. A versenyben az ingyenes Millió Lépés mobil applikáció letöltésével lehetett részt venni. A játékban bárki részt vehetett, aki letöltötte az applikációt, amivel lépésszámokat kellett gyűjteni. A telefon automatikusan mért számai mellett több mint 60 féle mozgásforma rögzíthető. Egyénileg és csoportosan is lehetett indulni. 141 millió lépést gyűjtöttünk össze, ez több mint 38 kék körnek felel meg. Rendkívül aktívak voltak mind a munkatársaink, mind a tanulóink, családtagjaik és barátaik, úgyhogy ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki valamilyen formában részt vett ebben a lépésgyűjtésben, pontgyűjtésben. A benevezett iskolák közül 100 nyerte meg az 1 millió forintot. Az ötös iskolából közel 400 diák, illetve családtagjuk vett részt a megmérettetésben. Bármikor be lehetett kapcsolódni a versenybe, de nyilván előnyben voltak azok, akik egészen korán bekapcsolódtak, mert így jóval több idejük volt arra, hogy gyűjtsék a lépéseket. Molnár Török Judit osztálya szerezte a legtöbb pontot az intézménynek. A diákoknak lehetőségük volt arra, hogy a testnevelés órákat is utólagosan felvigyék, mert a lépéseket ugye számolta vagy a mobileszközük, vagy pedig ugye az órájuk, és ezt utólagosan föl lehetett rögzíteni az applikációban. Testnevelés óra, séta, kungfu. Néhány sportág, amelyeket a 4. A osztályos Nagy Zalán Marcell választott a pontok gyűjtésére. Élveztük, nagyon sokat versenyeztünk, hogy a kihányadik helyen van így a család közben, hogy így mindig mondta apa, hogy mutogatta az applikációt, hogy ő most ennyit lépett, annyit lépett, anya hol van, nagytesóm, hol van nagytesómnak a barátnője, hol tart. A kisebbek közül is részt vettek a játékban. Én nem tudtam erről semmit se a versenyről, de az órám méri, hogy mennyit lépek, és anyát feltölti az applikációra. A megnyert összeget sportszerek vásárlására lehet felhasználni. A keresztény hagyományok szerint a harmadik gyertya a hit, remény, szeretet, öröm négyese közül az örömöt szimbolizálja. E napon az Úr eljövetelének közeletét ünnepeljük. Szekszárdon egésznapos adventi programok várták az érdeklődőket. Az advent nem csak a várakozás, hanem a felkészülés ideje is, amikor Jézus születésére készülünk. A Garai téren Gyurkovics János, a város alpolgármestere ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket. Öröm nélkül nehéz lenne élni, de Isten mindig teremt olyan helyzeteket, amelyek révén megtalálhatjuk az öröm érzését a legapróbb dolgokban is. Advent idején talán a legegyszerűbb, ha segítünk másokon, és minden lehetőséget megragadunk, hogy hálásak legyünk azért, amink van. Örömmel tölthet el mindannyiunkat az is, ha rácsodálkozunk környezetünk, közösségünk értékeire. Kasszó Gyula, református lelkész mondott egyházi áldást. Ezt követően közösen gyűjtöttek meg a harmadik gyertyát. A feltámadott Krisztusról azt vélik a tanítványok, amikor találkoznak vele, hogy szellem. És erre a következőképpen válaszol Lukács evangéliumának tanúsága szerint. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. May your Christmas be a kulturális programokat Kocsis Tibor műsora zárta. Regionális híreink következnek. A legsikeresebb baranyai cégeket köszöntötték a helyi kamarában. Megtartották a top 100 rendezvényt Pécsen. Élő majorság. 13 épület és építmény újult meg. Csomagokhoz gyűjtenek élelmiszert az áruházakban. Adakozhatnak még a szeretett szolgálatnak Baranyában.
Összeállították a 100 legjobban teljesítő baranyai cég rangsorát a 2022-es gazdasági eredmények alapján. A legjobbakat pedig a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában köszöntötték pénteken. A gazdasági érdekképviselet elnöke szerint a Pécs közelébe szervezett ipari park fejlődési lehetőségeket jelent térségünknek. Üzletemberek, politikusok, cégvezetők a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében a top 100, vagyis a legjobban teljesítő baranyai cégeket köszöntötték, és adtak át képviselőiknek elismerő oklevelet a gazdasági önkormányzaton pénteken. Baranya a legnagyobb kereskedelmi vállalkozása a Mecsek Fűszért ZRT. Ezt az elismerést még a 2022-es teljesítményünkre kaptuk. Büszkék vagyunk arra, hogy úgy gondolom, hogy 2023-ban is sikerül majd hasonló eredményeket elérni. Nem könnyű ma a kereskedelemben dolgozni. Egy szolid mértékű infláció az a kereskedőknek barátja, segíti a tevékenységünket. Egy jelentősebb mértékű infláció azonban már komoly volumen csökkenést jelent az értékesítésünkben. Mi azonban büszkék vagyunk arra, hogy 100%-ban magyar tulajdonú cégként most már több évtized óta meg tudjuk őrizni a pozíciónkat a magyar élelmiszerkereskedelemben. A vármegye legnagyobb árbevételű és foglalkoztató ipari vállalkozása a Körber Hungária gépgyártó Kft. A Körbernek azt gondolom, hogy jól sikerült a portfólióváltása vagy bővítése. A dohányipari gépgyártás mellett már gyógyszeripari gépgyártással is foglalkozunk a cégcsoporton belül. Ez a portfólióváltás egyébként 3 éve indult, most teljesedik ki, illetve fog kiteljesedni. Egyébként az eredményben úgy mutatkozik meg, hogy rekord teljesítményt zár az év 2023-ban. Soha ekkora mennyiségű volumen, ekkora mennyiségű kibocsátás még nem történt a cég történetében Magyarországon, ami nagyon büszkék vagyunk. A díjkiosztón a baranyai gazdaság teljesítményét, lehetőségeit is értékelte a helyi iparkamara elnöke. Sikfői Tamás azt mondja, bár történt elmozdulás az utóbbi időszakban, Baranya gazdasági mutatóin még van mit javítani. Ezt a fejlődési pályát segíthetik a jól teljesítő gazdasági társaságok. A cégek, a céges együttműködések és a hátterükben az intézményi, önkormányzati, egyetemi kamara együttműködésnek olyan színvonalra kell emelkedniük, hogy biztosítsák ezt a fejlődést. Ma azt látja rajtunk minden jelentős hatalmi központ, hogy még nem vagyunk készen teljesen a fejlődésre. Nem értük el azt a szintet belső együttműködésben, hogy ide jelentős forrásokat adjanak, abban bízva, hogy ez jelentős fejlődést indukál. Ebben előre kell lépnünk. Itt a 100 cég, ugye a 100 legnagyobb cég ebben nagyon fontos szerepet kap, hiszen ők olyan befolyással bírnak a gazdaságban, úgy tudják segíteni a kisebb és a közepes cégeket, amely meghatározó lehet. Tehát ezt kértük tőlük a mai napon, és természetesen jutalmaztuk őket a kiemelkedő teljesítményekért. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kérdésünkre elmondta, a Pécstől nyugatra tervezett állami finanszírozású ipari park kialakítása húzó erő lehet. Ma már egyetért a helyi gazdasági közösség abban, hogy mindenképpen szükség van egy nagy befektetőre térségünkben. Az ipari park pedig egy nagy betelepülő vállalatnak adhat megfelelő helyszínt a gyártóbázisa kialakítására. Csak nem 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással készült el a Szántódi Majorság első üteme. A felújítások még 2021-ben kezdődtek azzal a céllal, hogy megvédjék a páratlan kulturális örökséget és különleges program lehetőséget biztosítsanak a Dél-Balatonon. Az egykor Európa Nosztradíjas szántott pusztai komplexum a rendszerváltozásig nagy népszerűségnek örvendett. Aztán az idő vasfoga, a német turisták elmaradása azt eredményezte, hogy a 20 hektáros terület kezdett az enyészet részévé válni. Ezt azonban sem a helyiek, sem a térség országgyűlési képviselője nem akarta, mondta Várvízi Attila polgármester a megnyitón. Nagyon sokat köszönhetünk Viszman Mihály országgyűlési képviselő úrnak, képviselő úrral felkaroltuk az ügyet, hogy valahogy ezt meg kell menteni az utókornak, ezt a gyönyörű helyet, és sikerült, elkészültek a felújítása tervek, sikerült forrást is találni, de valami oknál fogva mindig az a zöld tarnak a megnyomása elmaradt, míg nem
miniszterelnök úr segítségét kértük képviselő úrral, és miniszterelnök úr nyomta meg végül is azt a bizonyos zöld gombot, ami után elkezdődött itt a felújítás. Mint önök is majd látni fogják, a kivitelezők igényes munkát végeztek, nagyon köszönöm a munkájukat, és bízom benne, hogy ha akkora érdeklődés, akkora tömegek nem is jelennek meg, mint amik itt 20-30 évvel ezelőtt voltak, de ismét egy jó helye lesz a Balaton déli partjának. A 20 hektáros területen az első ütemben 13 épület és építmény újult meg teljesen, de ami még ennél is fontosabb, mutatott rá Nagy Bálint államtitkár, az a közösségi terek kialakítása. Nem csak a méltán híres hagyományainkat tudja őrizni, nem csak azokat az épületeket tudtuk felújítani, melyek azt gondolom, hogy az egész térség képéhez nagyon nagy mértékben hozzájárulnak, hanem legalább ennyire fontos az pedig az, hogy egy közösség építésre alkalmas helyszíneket tudtunk kialakítani. És szeretnék köszönetet mondani a NÖF-nek, mind a mostani fejlesztésért, mind pedig azért a fejlesztésekért, amiket az elmúlt időszakban is itt a Balaton térségében véghez vittek, hiszen azt gondolom, hogy túl azon, hogy az örökségünk védelméhez, a hagyományainkhoz, a hagyományainknak az erősítéséhez nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ezek a fejlesztések, a közösségépítés, ahogy arról az előbb szóltam, a közösségépítésnek nagyon nagy szerepe van. A majorság kezelője és fenntartója a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Non-Profit Kft. A kiállított tereken túl, amelyet ugye mától meg tudnak nézni az ideérkezők, ólakat, istállókat, pajtákat, karámokat újítottunk meg saját erőből. A teremtő erőknek köszönhetően mára gyakorlatilag 13 tájház újult meg, visszaköltözött és újra megnyílt a termelői piac, ólak és karámok megteltek háziállatokkal, beköltözött ide a nagybetűs élet. A megtelepülő vállalkozások a termelői közösség inkubátorházaként tekintenek a majorságra, pont úgy, ahogy évszázadokkal ezelőtt. Ugye még csak ma adjuk át ezt a helyet, de aki járt erre az elmúlt hetekben, hónapokban láthatta, hogy napról napra, hétről hétre egyre több vállalkozás, egyre több ember tette élővé ezt a helyet. És nyilván ebben nagyon fontos cél az is, amit itt a Balaton partján nagyon sokszor hallunk, hogy csak nyáron van szezon. Mindaz, amit itt teszünk, az azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron, hanem minden évszakban, olyan tartalommal és olyan eseményekkel töltsük meg ezt a helyet, hogy ez akkor is élő legyen, és minél több helyit és turistát tudjunk ide vonzani. A fenntartók és létesítményvezetők pedig már a második ütem előkészületein dolgoznak, ahol a tervek szerint a többi, jelenleg romos épület alakulna át szálláshelyekké. Elindult idén is az Adni Öröm elnevezésű adománygyűjtő akció az országban. A Máltai Szeretetszolgálat és Áruházlánc fogott össze még évekkel ezelőtt, hogy élelmiszercsomagokat juttassanak a szegény sorsú családoknak karácsonyra. Az akciót Baranyában is támogatják a segíteni akaró emberek. Jó napot kívánok! Lisztet és cukrot adományoz ez a férfi a Máltai Szeretetszolgálat pultjánál az egyik nagy áruházban Pécsen. Azt mondja, szeretne segíteni a szegényeken. És hát az éhezőknek azért kell egy kicsit enni is. Legalább adjunk mi, akik tudunk adni. Rendszeresen szokott egyébként? Amikor igen, jövünk, akkor egyébként többször igen. Az országos akcióhoz baranyai helyszínek is csatlakoztak. Az átvett élelmiszer adományokból csomagokat készítenek karácsonyra a szegény körülmények között élőknek. A Máltai Szeretetszolgálat és a SPÁR 26. éve rendezi meg az Adni Öröm akciót. Ez egy országszerte megrendezésre kerülő gyűjtőkampányunk. A legrégebbi és a legnagyobb jelentőségű a Máltai Szeretetszolgálat életében. Országszerte 150 SPÁR áruházban kezdtük el a mai napon a gyűjtést, 14-től december 19-éig. Tartós élelmiszereket várnak, rizs, cukor, liszt, konzervek, illetve édességek kerülnek majd a csomagokba. Jónás Gergely azt mondja, azokból az adományokból gazdálkodnak, amit helyben kapnak az emberektől. Minden település, ahol gyűjtünk, azon a településen és azon a környéken osztja el az ott összegyűjtött adományokat. Mi minden évben vállalunk minimum 500 csomagot, hogy elkészítünk. Ez a tavalyi évben 1500 volt, de volt már olyan is, hogy 2000 csomagot tudtunk az ilyenkor összejövő adományokból összeállítani. Úgyhogy most is erre készülünk, nagyjából regionálisan tudom mondani, hogy ilyen 40
30 és 40 tonna közötti élelmiszer szokott ilyenkor összejönni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ebben az évben is ez hasonló sikereket fog eredményezni. Aki szeretné segíteni az akciót adománnyal, az interneten az Adni Öröm oldalon talál további információkat. Itt vannak feltüntetve azok az üzletek, ahol megtalálhatók a Máltai Szeretetszolgálat gyűjtőpultjai. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Szeretet íze. Adventi program Tolnán. Gyertyagyújtás, színes fellépések. Így ünnepelték Advent harmadik vasárnapját Tamásiban. Közösség. A vándorló szépkorúak baráti köre gyűlt össze az ünnepek alkalmából. Millió lépés az iskolákért. Nyert a Szekszárdi Baka István általános iskola. Tolna vármegyében kedden folytatódik a nyugodt, jelentős időjárási eseményektől mentes időjárás. Az egyre inkább tartósabban megmaradó köd miatt kevesebb helyen várható napsütés. A légmozgás gyenge marad, csapadék nem érkezik. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket,